Szép estét kívánok akkor mindenkinek, köszönöm én is, hogy ennyien megjelentetek. Magamról én is csak annyit szeretnék szólni, hogy 10 éve találkoztam az ennel, történetesen éppen itt Debrecenben, amikor Csongasszonyom tartott egy előadást. Ekkor kezdtem el a gyakorlatot, és 5 éve lettem szerzetes, és azóta is kint élek a templomokban, a Esztergomhoz közel az eredeti fénytemplomban. Amikor megkérdezik tőlem, hogy mi a zen, akkor ugye elég sok válaszadás lehetséges, kezdve az ékék a fűzőtől, vagy az fejbeverésen át egészen a teljesen kognitív mondatszerkesztésig. Úgy szeretem ezt megfogalmazni, hogyha valaki tényleg igazából kíváncsi erre, hogy ugye az ember megpróbálja mindig megérteni azt, hogy mi az a világ, ami körbeveszi, miről van itt szó, mit keres itt, mi ő. És egy idő után realizálja azt, hogy bizony ez a tudat, vagy ez az agy, ahogy ez ugye materializálódik, ez elég kevés ahhoz, hogy ezt a teljességet felmérje, és megértse, és átlássa. Tehát az ember megpróbál egyféle modellt alkotni a világról, és ebben a modellben dolgozni. Ugye ezekből a modellekből elég sokfélét ismerünk, ezt hívhatjuk vallásnak, filozófiának, alkímiának, stb. Ilyen-olyan rendszernek. És ezek egy bizonyos része a hiten alapul. És ahogy a magyar népmesék végén ott van az a kis furcsa mondat, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Vannak olyan rendszerek, illetve olyan utak, amik azoknak vannak kitalálva, akik vagy nem tudnak, vagy nem képesek, vagy nem akarnak hinni, hanem szeretnék saját maguk megtapasztalni ezt az egészet. A zen egyféle ilyen út. Maga a szó az igazából a zen, hogy a köztudatban elterjedt egy japán szó, és a kínai megfelelője a chan, koreai megfelelője a son, a vietnámi megfelelője a tian, de ez mind egyféle piktogramra, a chanra vezethető vissza a kínaira, ami viszont a gyánából jön, ami meditációt jelent. Tehát igazából a zen az a meditáció és a meditációnak a gyakorlása. Tehát nem egyféle vallás, nem egyféle filozófia, nem egyféle világkép vagy alkímia, hanem egy gyakorlási mód, ami lehetőséget ad az embernek arra, hogy saját maga megtapasztalja, hogy mi az az egész, ami körbeveszi. Természetesen mindenki más tudatszinten kezdi el a gyakorlatot. Van, aki erre törekszik, van, aki vallást csinál belőle, tehát sok szinten el lehet akadni, vagy esetleg feladni a küzdelmet, vagy esetleg elégedettséget érezni, és akkor köszönjük szépen, ennyi volt. De a végső cél igazából az lenne, hogy az ember megtapasztalja azt, hogy mi ez, ami körbeveszi, mi ő saját maga, és erre egyféle kielégítő és egy maradandó megoldást, illetve választ kapjon, ami nem olyan illékony, mint bármiféle egyéb ilyen hit és gondolat, amivel esetleg reggel felkelünk, de este már sehol nincs, és holnap, amikor esetleg ballából ébredünk, akkor bizonyságban hagy minket. Tehát a zen, mint olyan, az maga a meditáció. Arról szól, hogy leülsz, arról szól, hogy végzel egyféle gyakorlatot, megpróbálsz egyféle tudatállapotot megtalálni, és lehetőség szerint nem csak az ülés ideje alatt, tehát ülő meditáció ideje alatt, hanem 0-24-ben, illetve annyi olyan időintervallumban, amire éppen késztetést érzel, amire motivációd van. Az ülő meditációt elképzelhetjük úgy, mint laboratóriumi körülmények között végzett keresést. Tehát amikor nem az életben ugye kint sétálunk, esetleg a melóba reggel, az aktatáskával a kezünkben, és ott is természetesen észben tartatjuk, hogy mi vagyok, mi az az egész. Foglalkoztatunk ezzel a kérdéssel, vagy akár csörgethetjük benne a mantrát, vagy a nagy kérdést, a vadut, hanem teljes mértékben arra szánt idő, mikor leülünk, és igyekszünk semmit létre nem hozni, azért, hogy megtaláljuk azt a valamit, ami nem keletkezik, nem múlik el, nem változik, nem nő, nem csökken, és a többi, és a többi. Valószínűleg többen összefutottatok már a szívszutának nevezett kis rövid szöveggel. És ez az, ami körbeírja, és egyféle tanácsot ad arra, hogy mi az, amivel nem célszerű foglalkozni a keresés során. Amikor megpróbáljuk igazából magunkat megkeresni, akkor feltételezzük, hogy van egyféle olyan dolog, illetve valami olyasmit szeretnénk találni, ami ott van non-stop, ami ott van akkor, amikor felkelünk, amikor elalszunk, amikor boldogok vagyunk, amikor nem vagyunk boldogok, vagy amikor éppen ébren vagyunk, vagy amikor alszunk. Tehát minden egyes pillanatban ott van, és amik mi vagyunk. Amikor leülünk,
és megpróbáljuk ezt a kérdést föltenni magunknak, és ezzel igazából úgy szembenézni, akkor gyakorlatilag az első rövid ciklus alatt szembesülünk azzal, hogy mi minden hamis illúziónk és elképzelésünk volt arról, hogy mik vagyunk mi valójában. Rájövünk, hogy mi ezek a valamik, amiket énnek nevezünk, mindenki nyilván egyenként, ezek rendkívül változékony, illékony dolgok, néha megjelenik, néha eltűnik. 5 perccel azelőtt teljesen más volt, folyamatosan változik a test, folyamatosan változik az érzelem, folyamatosan változnak a gondolataink. És amikor ezt a egyféle nem mozduló tudat és nem mozduló testállapotában, ami maga a meditációs gyakorlat, megtapasztaljuk, akkor bizony elég keserű dolog az, amikor meglátjuk, hogy az a kis én, amit létrehoztunk, és amivel dolgozunk a hétköznapi szinten, ez mennyire nem feri azt a valóságot, és mennyire nem ad választ arra a kérdésre, amit akkor teszünk fel, hogy akkor igazából valójában mi vagyok. Vagy mi voltam, mielőtt megszülettem, vagy mi leszek, miután meghalok. A meditáció, ez egy roppant egyszerű gyakorlat. Az ember szépen leül, elhelyezkedik bármiféle pozícióba, és megpróbál egy nem mozduló tudatot létrehozni. Ez arról szól, hogy megpróbál mindent kirakni az elméjéből, ami esetleg elvonhatja a figyelmét. Tehát először megpróbálja félrerakni a testérzetet, megpróbálja félrerakni az érzelmeit, a gondolatait, a madárhangokat, az mellette ülőnek a szuszogását, vagy esetleg azt, hogy izzad, hogy haza akar menni. Tehát próbál elszakadni minden olyan érzéstől, ami az előző pillanatban még nem volt ott, de most már ott van, tehát ami megjelenik és ami eltűnik. A meditáció egy vicces dolog, nagyon sokan úgy szokták ezt mondani, hogy olyan, mint az elalvás. Elalváskor előveszed a kis párnádat, a paplant, szépen megrázod, kiporolod, lefekszel, fogat mosol, felveszed a pizsamádat, fölletre húzod a takarót, és megpróbálsz elaludni. Nem tudsz elaludni hirtelen egyik pillanatról a másikra, viszont minden meg tudsz tenni annak érdekében, hogy ez bekövetkezzék. Meditáció valami teljesen hasonló dolog. Leülhetsz, viszont hogyha azt szeretnéd, hogy üres legyen a tudatod, ha azt szeretnéd, hogy ne gondolj semmire, ha azt szeretnéd, hogy az érzelmeid ne zavarjanak, akkor ez már rögtön egy akarat, egy indulat, egy érzelem. Szintén egy jövős, menős, változós dolog. Tehát még ezt is félre kell tenni. Ennek gyakorlati részéről nem igazán szeretnék beszélni, ez a holnapi gyakorlatunknak a témája lesz. Annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez a bizonyos koreai zen, vagy az a zen irányzat, amit mi végzünk, az miben más, vagy mi ennek a sajátossága. Amikor zenre gondoltok, akkor elég sok minden megjelenik. Az emberek előtt többnyire egy ilyen fekete ruhás ember jelenik meg, kopasz fejlől, ül a matracon, és rendkívül nem mozdul, rendkívül összpontosított. És a zen az ugye bármelyik tájegységre átszivárgott oda keleten, tehát legyen Japán, Kína, Korea, Vietnám és egyéb országok. Mindenhol fölvette kicsit az ottani kultúrából, mindenhol más a megjelenése. De mindenhol körülbelül ugyanaz a gyakorlat, illetve nüansznyi különbséggel ugyanaz a gyakorlat. Az a koreai irányzat, amit mi itt gyakorlunk és amit mi itt végzünk, az igyekszik a megtapasztalót, illetve azt a végső én megtalálni, ami ott ül, ami figyel, ami érzékeli, hogy megszólal a telefon, ami érzékeli, hogy meleg van, ami érzékeli, hogy telik az idő, vagy fáj a gerinc. Mi ez a valami, ami megtapasztalja, mi ez a valami, amit látja, és mi ez? Amit még szeretnék a meditációval kapcsolatban elmondani, ez egy pár személyes tapasztalat. Nagyon sokan elmondják, illetve nagyon sok könyv, minden médiában elhangzik, hogy ez nem egy olyan dolog, amit egyedül jó csinálni, nem egy olyan út, amibenek teljesen egyedül van értelme nekivágni, mert rendkívül sok a buktatója. Gondoljuk meg, már a legelső probléma az, hogy rászánjuk ezt az időt, ez mekkora nagy rákészülés jelent. Legyen 40 percünk arra, hogy nem csinálunk semmit, vagy legyen 40 percünk arra, hogy mindent le tudjunk tenni, mindent el tudjunk engedni, csak azért, hogy saját magunkat tudjunk foglalkozni. Mert több embernek ez kihívás. Még több embernek kihívás az, hogy legyen, el tudjon tölteni valamennyi időt egy olyan állapotban, ahol nem mozdul, vagy lehetőség szerint tud fókuszálni a tudata, tud egyféle gyakorlatot végezni. Azt, hogy ezt tudja csinálni, az már egy következő kihívás. Ezt megtartani és továbbvinni, az következő, stb. Ami a mi dolgunk, akár szerzeteseké, akár olyanoké, akik tanácsot adnak itt ugye a meditációs gyakorlat során, az az,
hogy lehetőség szerint gyakoroljunk együtt veletek, igyekezzünk a kérdéseitekre válaszolni, illetve biztosítsunk ennek egy olyan keretet, ahol ennek a gyakorlásnak meglátjátok az értelmét, megtalálhatjátok igazi önmagatokat, és segíthettek mindenki másnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Szervusztok, megköszönöm Dr. Szönim értékes bevezetőjét, és nagy örömmel látok itt nagyon régi arcokat, már ami a debreceni jelenlétünket illeti, és teljesen újakat. Köszöntök mindenkit tisztelettel és szeretettel. És most jön az a része az együttlétünknek ma este, amikor érdemben tehettek azért, hogy azt tudjátok meg, amit szeretnétek. Bármennyire jó a bevezető, bármennyire fontos dolgok hangzanak el, ezt mi gondoljuk fontosnak, akik a bevezetőt tartják, és ez egyáltalán nem biztos, hogy egyezik azzal, amit te neked tudnod kell ma este, amit meg szeretnél kérdezni. Meditációs állapotban sikerült már elérnem azt az állapotot, amikor nem voltak gondolataim pillanatokra, és egy üresség állapotába kerültem, ami tudom, hogy keletkezik, és azt el is múlik. Viszont a hétköznapi életben, amikor különböző szituációkkal, negatív gondolatokkal találkozom, akkor még mindig tanástalan vagyok, hogy azt a tudást, azt az utat, amit már megtettem ebben a laboratóriumi körülmények között, ezt hogyan tudom átívelni azokban az úgynevezett nagyobb hullámok okozta állapotban, ami a hétköznapi életben akár érzelmi, akár egyéb okokból kihívást jelentenek számomra. Valahogy hogyan lehet ezt összekötni? Ki kell vinni a tükröt a szobából, és használni az utcán, a munkahelyen. Ez a tiszta tükörszerű tudat, amit az előbb említettél úgy, hogy pillanatokra megtapasztalod a gondolatoktól, az énségtől, bármely ugye, énes megnyilvánulástól mentes tudatot. Amikor ez megvan, akkor ez az élmény sokkal mélyebb és jelentősebb, mint bármi, ami jön és megy. Ugye elhangzott a bevezetőben, hogy igazi önmagunkat keressük. És ez nem valami olyasmi, ami gondolatba, érzelem és egyébbe fogható, ami jönne és menne, keletkezne és elmúlna, jó lenne vagy rossz lenne. Tehát amikor ebből egy pillanat is megvan, a sokkal mélyebb, mint az azelőtti több ezer óra, év vagy élet. Na most ahhoz egy óriási bátorság és képzettség kell, hogy ezt ki tud vinni a gyakorló tér falai közül a valós életbe. És ez nem csak neked, nekünk feladat, hanem azoknak is, akik mondjuk 1700 éve gyakorolják a hagyományt. Hát ugyanolyan feladat Koreában kivinni a gyakorlatot, és a lényeg tapasztalatától eljutni az igazság látásáig. Hidd el, nagyon félelmetes ez, amikor az ég csak kék, de az annyira kék. És már egy darab gondolatot nem fűzöl hozzá, és egyé válsz ezzel a kékséggel. Tehát amikor ez úgy eltölti az embert az igazságnak az érzete, a következő lépés, hogy helyesen tudjon működni, helyesen tudjon cselekedni. Tehát a gyakorlatunk erre a három pillérre épül, és ez egyfajta válasz a kérdésedre, hogy lényeg tapasztalása, az igazság látása és a helyes cselekvés megtétele. Innentől kezdve van értelme és haszna az egésznek, mert ez tényleg nem egy ilyen lár-túr-lár, elnézést a Lár Andristól, de most ez most muszáj volt. Tehát nem egy ilyen köldöknézős gyakorlat, ahol élvezzük azt, hogy üres a tudatunk. Ez is egy tévút. Nagyon-nagyon élvezetes tud lenni az a reflexiók szintjén, amikor a tudatban semmiféle zavaró tényező nincs, de akkor az élvezet, mint zavaró tényező rögtön fellép. Jó? Tehát abban a pillanatban, hogy minősíted a tudatállapotod, és ezt most nem a kérdésedre mondom minősítésként, a minősítés akadályává válik a tisztánlátásnak. És ez az akadály az, amit később sokkal nehezebb leküzdeni, mert már kapcsolódik a meditációhoz, már szokássá vált a meditáció alatt. Tehát nagyon fontos az, hogy csak tedd, csak végezd a meditációt, és engedd tisztítani a tudatodat, amelynek egy hatalmas öntisztító és öngyógyító képessége van. Csak ezt a saját gondolataink és érzelmeink akadályozzák. És amikor Dr. Szönyv azt mondja, hogy egy elszakadás,
akkor az azt jelenti, hogy visszatérsz ide a pillanatba. Mert félreteszed azt, ami egyébként akadály lenne és zavarna. Tehát visszatérve a kérdésedre, óriási az a távolság, ami a dharmaterem és a külvilág között van akkor, ha úgy gondolod, hogy a meditáció egy olyan speciális állapot, amit nagyon különleges körülmények között lehet csak elérni. Az elején természetesen szükség van ezekre az apostrofált laboratóriumi körülményekre, hogy a lehető legtisztábban tapasztald a lényeget. De a lényeg tapasztalása nagyon gyakran olyan, mint a 100%-os alkohol, hogyha megiszod, akkor belehalsz. Magyarul a lényeget arra kell használni, hogy lásd az igazságot, és az igazságot a helyes cselekvés alapjául kell felhasználni. És akkor már megvan az út, már tudsz rajta haladni. Úgyhogy mi a következő? Amikor az ember az úton picikét beporozódott, kapott egyet-kettőt jobbról-balról, akkor menjen vissza a szervizállomásra, sikálja le magát, ismét érje el azt a lényeget, térjen vissza igaz önmagához, amit szükségszerűen nem tudott megtartani odakint, mert túl sokat kellett látni, hallani, szagolni, tapintani, érezni, gondolkodni, cselekedni, minden volt, ami kifele vitte az energiát, tehát vissza kell hozni igazi önmagadba, egyé kell válni a lényeggel ismét, tapasztalni azt, ami nem keletkezik és nem múlik el, és aztán megint kilépni a világba, küzdeni azért, hogy az igaz maradjon, hogy helyesen cselekedjünk, közben hibázni, ütést kapni, és néha kényszerből ütést adni, és amikor megint a reflexió ideje, a tisztulás ideje elérkezik, akkor megint visszatérni és újra csinálni. Ebből a ciklusból ne csináljunk problémát. Ez a ciklussal semmi baj nincs. Ez az emberi létünkből következik. Következő kérdés. Én értem, hogy ott lényegében a meditáció még keretbe tudja foglalni a napunkat, tehát hogyha reggel, illetve este. Eleinte szükség van ezekre a keretekre, és azzal folytatom a neked adott választ, hogy utána a visszatérés az egyre kisebb ciklusú. Nem csak, hogy egy nap, ugye reggel meditálsz, aztán ugye kilépsz az életbe, és dolgozol, és cselekszel, és beszélsz, aztán este is, ugye egy picit letisztulsz, hogy jobban aludj. Aztán ez a ciklus rövidül, és egyre rövidebb lesz, és utána pedig egy végtelenül kicsi sugarú körről szóval pillanatról pillanatra ürítesz, tisztítasz, és válsz egyé, és cselekszel, stb. És egy idő után, ugye, amikor már szinte végtelen gyors, akkor megáll. Tehát a végtelen gyors és a teljesen statikus az ugyanaz. Ezért van az, hogy amikor ülsz és csinálod a meditációt, akkor a felismerésed mentális sebességgel halad. Minden akadály elhárul, mert nem kell arra várni, hogy a faladja a másikat. A belső tükröd tükröz. És hogyha hagyod, az végtelenül gyors, de közben nem mozdulsz. Az emberek az érzékszervi valósághoz ragaszkodnak nagyon sok okból. Egyrészt azért, mert az érzékelés rendkívül konkrét. És ebbe a konkrétumba kapaszkodunk, miközben ez nem stabil, miközben ez feltételhez kötött, miközben ez illuzórikus, miközben ez állandótlan, de mégis az érzékelésbe kapaszkodunk, mert iszonyú konkrét. Most még egy lépés kell. Ahhoz, hogy valóban menedéket tudjunk venni valamiben, vagy valakiben, ahhoz az a lépés kell, hogy haladjam meg az érzékszervek birodalmát, és érkezzem meg egy olyan állapotba, amely már nem érzékszervi függésből adódik, de mindent érzékel. Tehát nem zárok ki semmit, de nem függök semmitől. Paradox, ugye? Tessék megszokni. A zen tele van ezzel. Így tanít. Azért paradox, nehogy a logikáddal tévezd össze a gyakorlatot, és azért mondjuk ki, hogy tanulj. És a tanulás közben elfelejtesz egy csomó mindent. Nem azért, mert valaki kimossa a tudatodból domestosszal, nem. Hanem azért, mert a zen gyakorlat közben semmi mástól nem szabadulsz meg, mint a téves nézetek, a vágy és a harag kötöttségeitől. Az úton járók, az úton csak az illúzióikat veszthetik el. Ismerős idősebb generáció.
További kérdés? Hát elkezdtünk beszélgetni, mert hogy mi érkeztünk le először, és most ahogy így bevezetett, végighallgattam, már előtte is tudnom kellett volna, de most szembesültem teljes mértékben, hogy az én kérdéseim, amiket akkor neked folytattam, teljesen lényegtelenek voltak, mondhatnám, hogy divat tanácsadással, vagy valami ilyesmivel foglalkoztunk. Viszont a bevezetőben rengeteg évek óta meglevő kérdésemre részint megkaptam a választ. Akkor nekem már semmi dolgom? Hát arról szó nincs, mert ez aztán újabb kérdéseket generált a bennem. Ez nagyon jó. Először is azt is szerettem volna mindig megtanulni meditálni, ennek kerestem különböző útjait, azt hiszem, hogy nem találtam meg, és a holnapi napot ki fogom próbálni, ez teljesen biztos. Szóval én azt gondolom, és most te is tapintottál erre, hogy azért lenne jó, ha az emberek megtanulnának meditálni, hiszen saját magunkat tudnánk egy csomó olyan külső hatástól és olyan tisztulástól mentesíteni, ezáltal a folyamat által, ami jót tenne a lelkünknek, testünknek, szellemünknek, mindenünknek. Csak hogy én azt gondolom, és magamban is komolyan felvetettem ezt a kérdést, hogy a meditáció másik nagyon fontos dolga az én értelmezésemben a tisztulási folyamaton kívül a szembesülés az egóddal. És ezt nem vagyok benne biztos, hogy én, és senkit nem akarok megbántani, hogy más is szívesen szembesül ezzel. Tehát nagyrészt azért nem akarunk meditálni és önmagunkkal maradni, mert az a szembesülés az egy nagyon, az a tükör, amiről ti szakszerűen beszéltek, én azt gondolom, hogy én ezt most más módon fogalmazom meg, de gyanítom, hogy ez ugyanazt jelenti, hogy ez egy nagyon nehéz feladata az életnek. Gyönyörű felvetést hallottunk, hölgyeim és uraim, és mikor szembesülünk? Hát, ha az egódat kizárunk. Pont amikor már nem lehet kizárni, akkor szembesülünk. Tehát ez azért iszonyatosan fontos, amit ma ismételten hallottunk, mert az ember egy fájdalom kerülő lény. Ha a szembesülés fáj, igyekszem elkerülni. Nem megyek fogorvoshoz addig, amíg nem fáj a fogam. Nem nyitom fel a motorháztetőt addig, amíg a mutatók a helyükön vannak. Nem pótolom a folyadékokat az autóban. Amíg a benzinóra nem megy le a sárga alá, addig nem megyek el a kúthoz. Tehát gyakorlatilag egy olyasféle emberi magatartásról van szó, amely teljesen tipikus és megjósolható ezen földi létben. És ezért van az, hogy a szembesülés az csak a szenvedés egy bizonyos fokánál kezdődik el. A Buddhánál is így volt. Tehát amikor a Buddha 28 éven keresztül nem szembesült az öregség, betegség, születés, halál négy bal szerencséjével, klasszikus buddhizmus nézetek utána, addig ő nem kezdett el gyakorolni, mert élte hercegi királyfi életét. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, amit most hallottunk. Az egóddal szembesülni nagyon kemény dolog, de a jó hír az, hogy mihelyt szembesülsz vele, azon nyomban kevesebb lesz. Mert nincs öntermészete, nincs önálló léte, a szokásaidból áll össze, és hogyha szembesülsz vele és leválasztódsz róla, kivonod belőle az energiát. És hogyha elkezded kivonni belőle az energiát, egyre kisebb, kevesebb és jelentéktelenebb lesz, és aztán mint illúzió eltűnik. De képzelj el egy olyan gyümölcs aszalót, beleteszed a gyümölcsöt, és addig aszalod, amíg egy atom sem marad belőle. Nem szeretnénk ilyen aszalót venni, de a meditáció az ilyen. Tehát teljesen el tud tűnni, mert önállóan nem létezik. Mi teremtjük? Sőt, mivel a szokásainkhoz, a berögződöttségeinkhez ragaszkodunk, mert ezzel tévesztjük össze magunkat, ennek következtében az egoitásunkhoz való ragaszkodás, ami olyan elképesztően erős, hogy inkább szenvedünk több száz inkarnáción keresztül, semmint szembenézzünk magunkkal, semmint feladjuk az illúzióinkat, mert ez biztos. Ez a szenvedés, ez biztos, ezt ismerjük, ehhez szoktunk hozzá, ezzel azonosulunk. És az újtól való félelem, a mástól, az alternatívától való félelem, a szabadságtól való félelem, az igazi önmagunktól való félelem, amit nem ismerünk, csak rosszabbnak gondoljuk a jelenlegi realitásnál. Mert mi van, ha még azt is elveszítjük, amink van? Ezért nehéz. De elérhetünk egy olyan fájdalomküszöböt,
egy olyan szenvedés küszöböt, amikor már minden mindegy. És akkor a sok-sok rossz lehetőség közül, hogyha azt választod, hogy mégis szembenézzel magad, amikor fájdalmasabb, mint a hétköznapok bármelyikén, akkor meg tudsz szabadulni. Akkor az útra tudsz lépni. De az igazi kérdés az, hogy mikor érkezel el erre a pontra. Tehát mennyi konfliktust, mennyi bajt, mennyi szenvedést kell magadba gyűjteni ahhoz, hogy azt mondja, állj, most megnézem, hogy mi van. Tehát mennyire kell füstölni az autó motorháztetteinek, hogy leállj az útszélre, és megnézd, hogy mi a történet. Ez döntés, méghozzá tudatos döntés kérdése. Egyéb kérdés? És mit csinálsz, ha füstöl az autó? Mindenképpen le kell állni, különben felrobban. Az emberi tudat az füstöl a saját téves nézeteitől, vágytól és haragtól. És amikor elér egy bizonyos zavartsági fokot, egy bizonyos konfliktus sűrűséget, akkor le kell állni, mert zuhannak rád a különböző visszajelzések. Zuhannak rád a dolgok, és eleinte úgy tűnik, hogy az univerzum egy nagyon-nagyon rossz ítélőképességű lény. Hogy nekem mindig bajom van. Hogy engem állandóan valami baleset ér. Velem mindig kitolnak. Én vagyok a legelnyomottabb és a legszerencsétlenebb lény, mert ilyen dolgok történnek velem. Ez a zen körön a nulla fok. Ilyenkor mindenki mással van baj, és én vagyok az áldozat. Ezt egyéni szinten is tudjuk, családi szinten is tudjuk, és csoport szinten, nagyobb csoport, nemzet szinten is tudjuk, sőt, civilizatórikus és kontinentális szinten is tudjuk. Nagyon sok szintje van ennek a kivetítésnek. Amikor viszont meg akarod ismerni ennek az okozati viszonyait, akkor elmozdulsz a nulla fokról, és az első kérdés, amikor ugye fáj, akkor megkérdezi, miért? Miért fáj? Miért kell nekem szenvedni? Miért mondanak nekem ilyeneket? Miért bántalmaz a férjem? Miért borzasztóan passzív-agresszív a feleségem? Miért nem tisztelnek a gyerekeim? Miért történik ez velem? Tehát akkor kezdesz el szépen az okozatiságba belépni, és meglátni azt a mozdulatot, ahogy ezt teremted. De hát ez egy nagyon hosszú út, és akadályaink függvényében hosszú vagy rövid. Egy pillanat alatt rá lehet jönni, csak a saját varga betűink késleltetnek minket. Az önfelmentő, elhárító mechanizmusaink, ezek késleltetnek minket. Most mihelyt ez elindult, onnantól kezdve az ember megismer, de még csak intellektuálisan még megpróbálja artikulálni, megfogalmazni a dolgokat. És amikor megfogalmazta és rájött intellektuálisan a törvényszerűségre, akkor ezen a képzetbeli körön elért a 90 fokig. Honnan tudod, hogy ott vagy? Onnan, hogy már nincs mit olvasni, már nincs mit megismerni, már szétolvastad magad, már szétgondolkodtad magad, kognitíve fogalmi szinten már megismerted, artikuláltad a karmádat annyira, hogy azt mondja, hogy ismerlek, ismerem már magam ilyen szinten, de még mindig nem vagyok szabad. Iszonyú probléma. Még mindig nem vagyok szabad. Tehát mit kell csinálni? Onnantól kezdve kell cselekedni. Ezért a zen az valójában ott kezdődik, amikor azt mondja, hogy nem támaszkodom az írásokra. Közvetlenül a tudatra irányulok. Gyakorlással, az ember igaz természetének megtapasztalásával szeretném elérni a megvilágosodást, mert rájövök, hogy gondolkodással, puszta intellektuális tudással nem tudom elérni, mert akkor a saját nézeteim rabja vagyok, még akármilyen helyesek, akkor is. És ekkor tovább megyek, és a tapasztalás útjára lépek, és amikor a tapasztalat annyira letisztul, hogy már nincs, ami jöjjön és menjen, már nincs én, aminek ugye meg kéne tisztulni, amikor teljesen egyé válsz ezzel a lényeggel, amit annyiszor megpróbálunk megfogalmazni, de nem lehet, mert nem fogható szóba, akkor érsz a 180 fokra, ez a lényeg tapasztalata, a felébredés állapota. És miért nem érít véget a történet? Azért nem ér véget, mert az első kérdésed rávilágított arra,
hogy pusztán a lényeg tapasztalása, pusztán a megszabadulás, pusztán a felébredés nem elég. Ki kell tudni vinni a világba, különben nincs életed. És az életet szeretjük élni, még szerzetesként is szeretjük élni az életet, és világiként is, férfiként, hogy rendben van, ezzel nincs gond. És ezért a karmádat, mihelyt a lényegét megtapasztaltad, az attól való teljes mentességet megtapasztaltad, a karmádat át kell tudni alakítani, és a 181. foknál kezdődik el a karmádnak az átalakítása, mert a teljes nézőpontváltás megtörtént, a teljes ego feloldás megtörtént. És ezt hívjuk a belső mágiának. Nem külső. Nem kezdünk el hirtelen átalakítani olmot aranyjá. Az egy nagyon durva dolog, még akkor is, hogyha nem szokványos. Ne az anyaggal dolgozz, magaddal dolgozz. Tehát próbálj meg megbocsátani annak, akinek eddig nem tudtál. Próbáld meg legyőzni azt a szokásodat, ami eddig uralt. És le tudod, mert meglátod, hogy ezek üresek, és ezek önmagukban nem léteznek. Tehát te vagy az Úr, és nem ezek uralkodnak fölötted. Tehát meg tudsz változni, mert az egoitásodnak szilárd alapja és önálló léte nincs. Ezért bármi lehetsz. És amikor ezt a teljes szabadságot eléred, hogy bármi lehetsz, és bármitől megszabadulhatsz, az a 270 fok. De itt még mindig valami van. Itt még mindig nincs teljesség, ez azért, mert ezt még nem állítottad az emberek és a világ szolgálatába. Mert végül is, akármennyire is az éntől való szabadulásra törekszünk, akármennyire is az egoitásunk feloldására törekszünk, ez még mindig egy inverz én, egy üres én, egy mágiát végrehajtó én, már teljesen transzparens, de még ott van. És amikor ezzel másoknak elkezdesz segíteni, amikor a 271. fokra szépen rálépsz, és onnan mész tovább, 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 akkor már nem az a kérdés, hogy én mennyire vagyok tiszta, hanem mennyire tudok segíteni a világnak azért, hogy felismerje a saját szenvedését, és önön elhatározásából az útra lépjen. Tehát nem lehet a szabadságra kényszeríteni embereket. Nem lehet, mert az már nem szabadság. Ha valaki fényt akar tapasztalni, akkor az nem olyan, hogy egy vallató lámpával az arcába világítanak. Nem erről a fényről van szó. Tehát amikor más emberek az összes érzőlény szolgálatába állítod azt a változást, amit kinkeserrel elértél magadban, akkor léptél a bódhiszatva útra, amit úgy hívnak, hogy a világban megjelenő, megvilágosodott lény. Most ne firtassuk, hogy mennyire és hogyan megvilágosodott. Itt nincs olyan szokásos mérce, hogy kihúzom a szabó centit, és van egy 5,5 centis megvilágosodása. Ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy akinek tudtál segíteni abban, hogy felismerje a szenvedését, az okát, a megszabadulás és az ahhoz vezető utat, te annak az embernek Buddha voltál abban a pillanatban. Akármit hiszel magadról. Úgyhogy amikor teljesen önzetlenül, érdek nélkül mások szolgálatába állítod azt az utat, amit jársz, akkor lépsz rá a bódhiszatva útra, akkor a 270 szépen a 360 felé indulsz, és a 360-on eltűnik az egész. Nincs rá szükség. Akkor aki éhes, annak enni adsz, aki szomjas, annak inni adsz. És ez azért ennyire fontos, mert nézd meg, hogy milyen iszonyatos emberi hibákat követünk el azért, mert valaki azt mondja, hogy éhes vagyok. Én azt mondom, hogy én akkor is inni adok neked, ha beledög lesz, akkor is. Nem érdekel, hogy te éhes vagy, de én úgy gondolom, hogy neked inni kell. Tessék lefordítani ezt a mindennapok problémáira. Úgyhogy amikor ez a tiszta felismerés ugye megvan, akkor a lényeg, az igazság és a cselekvés hármassága ebben a pillanatban egyesül, és nem kell gondolkodni rajta, hanem spontán, intuitíve csak teszed. És ez az. További kérdés? Mond. Mond is. Azt szeretném megkérdezni először is, hogy zen szempontból hogyan lehet meghatározni a helyes cselekvésnek a fogalmat? Nem lehet. Nem lehet. Minden feltételhez kötött, és minden relatív.
Most kimondanék neked egy ilyen hatalmas, egy abszolút meghatározást, hogy ez a helyes cselekvés, a következő pillanatban kinyírnak érte egy pár embert. Mert ők nem ezt tették. És én tudom, hogy mi az abszolút helyes cselekvés, nem relativizálom, mert nem merem. Ahhoz, hogy feltételekhez kötve lássam, ahhoz, hogy úgy lássam, ahogy van, az egy hatalmas bátorság kell, elhárító mechanizmus mi, abszolúttá teszem, hogy ez mindig így van. Ez mindig így van. Ha esik, ha fúj, mindig így van. És aki ezzel nem ért egyet, azt én nagyon gyorsan, hatalmas erőkkel, vagy belátásra bírom, vagy szankcionálom és büntetem. Tehát azonnyomban ítélek felette, mert az abszolút birtokában az ítéletalkotás azonnyomban megszületik. Figyeld meg! Egyéb kérdés? Mondanád, mondjad. Egy ideje már gondolkodunk, illetve erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy egy ilyen önellátó, viszonylag önellátó farmot működtessünk, és ott tevékenykedjünk vegyszermentesen, illetve természetközeli életmóddal, és rájöttünk arra, hogy hát bizony az lenne a legszebb, hogyha itt több ember élne egyszerre egy helyen, hiszen egyedül végkezi munkával ez az életforma, ez nem igazán megvalósítható. És azt szeretném kérdezni, hogy vajon hogyan lehet ez az erőszakmentes módon, hogyan lehet ezt az életformát segíteni, előmozdítani. Tehát tudatában vagyok annak, hogy az akaratommal ez nem fog menni. Csak arra van lehetőségem, hogy szemlélem, amint ez meg akar valósulni, vagy sem. Gyönyörű volt az első fel annak, amit mondtál, hogy ez pusztán a személyes akaratodból nem fog megvalósulni. Most az igazi kérdés az, hogy mi az, ami ezt a csoportot valójában összetartja. Igen, és ez lett volna lényegében, illetve igyekeztem volna megfogalmazni, hogy nyilván mintán belekóstoltunk a meditációba, és ennek erejében, hogy ez mennyire tudatformáló lehet, illetve egyfajta békésebb együttélésre lehetőséget adhat, illetve együttműködésre lehetőséget adhat, ha aktív gyakorlókról van szó. Éppen ezért ez is foglalkoztat engem, hogy vajon ez így, mit tehetek ennek érdekében, azon kívül, hogy gyakorlok és meditálok. Nagyon sokat, nagyon sokat. Tehát a gyakorlat és a meditáció az még önmagában nem jelenti azt, hogy ez egy közösség számára összetartó erőként lép fel. Tehát van, aki remetekén gyakorol 20 évet, és ez tisztes, szép és jó, csak ezáltal nem sajátítja el azt a képességet, azokat a nagyon fontos tapasztalatokat, amelyek mondjuk egy közösség összetartására az általa gyakorolt szellemi irányzatot ugye alkalmassá teszik. Jó? Tehát nem veled kezdjük, és ezt nézd el nekem, hanem azzal a közösséggel kezdjük, ami a célod. És itt ez a közösség, ez csak úgy fog működni, ha te, mint Anett, teljesen eltűnsz benne, és feloldódsz benne, de mint egyén, mint felelősség nem szűnsz meg, csak mint egoitás szűnsz meg. Jó? És innentől kezdve az első legfontosabb mondat, hogy nem az egyéni énes akaratodból szeretnéd ezt létrehozni, már látod, hogy azzal nem lehet. Miből lehet? Abból a közös tudatosságból lehet, abból az ebből a térből lehet, amelyben az együttérzés, a bölcsesség és a kölcsönös segítség spontán kialakul. Ehhez iszonyú nagy hit kell, ehhez hatalmas nagy bizalom kell. És minden ilyen közösségnek határai vannak, és ezeket a határokat tiszteletben kell tartani. Ezek a határok nem ilyen téglafalak. Ezek a határok valahol a kölcsönös tisztelet mesdjéjén húzódnak meg. A bizalom mesdjéjén húzódnak meg. Tehát aki nem tud bízni azokban, akikkel együtt van, előbb-utóbb onnan kivetül, kirepül. Aki nem tudja azt felvállalni hittel, amit a többi tesz, annak egy idő után nem lesz ott helye. És itt egy hatalmas ugye, ereje van a közösségnek, a cselekvés általi láttatás. Nem mondom meg a tutit, nem ítélek, nem osztok igazságot, de tükrözöm azt az eredményt, amit a másik elért. Akár tetszik, akár nem. Tehát
minden ilyen közösségek megvannak a különböző működési formái, de az igazi működési forma, ami előre visz, az az, amikor a vertikáliset és a horizontáliset egyensúlyba tudom hozni, és ezt rögtön megmondom, hogy micsoda. Az elmúlt telet azt Koreában töltöttem, egy olyan kolostori közösségben, amely hát a szertartás termének a 700 éves évfordulóját ünnepelt egy pár évvel ezelőtt. Tehát ha azt mondom, hogy enyhén folyamatos, akkor ezzel nem mondtam nagyot. És hihetetlen hierarchikus. Tehát annyira hierarchikus, hogy aki fölül van, az kvázi mindent víz. De mi ennek az embernek a dolga? Az, hogy ezt a lehető leghorizontálisabban érvényesítse. Tehát az ilyen hierarchia szeretőknek üzenem a legnagyobb szeretettel, hogyha nem sikerül egy közös platformot létrehozni, ahol az emberek valóban egyenlőnek érzik magukat, akkor ez a hierarchia képmutató lesz, diktatórikus lesz, igaztalan lesz, és be fog omlani, mert az alatta lévők nem fogják támogatni. Tehát a piramis tetejének nem szabad elfelejteni, hogy 2 millió tonna kő van alatta. Ez egy nagyon fontos momentum. Az aranytömb attól van 241 méter magasan a Nílusra nézve, mert 2 millió tonna kő van alatta. Ha azonnan kimegy, akkor abszolút a homokban eltűnik másodpercek alatt. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, hogy minden olyan helyzet, amikor ez a hierarchia érvényesül, akkor a benne résztvevők tökéletes érdekében történik. És ez minden közösségre igaz kell, hogy legyen. Egyébként pedig, ami az ottani egyensúlyt adta, az volt, hogy a 73 éves mester és a 10 éve szerzetes, aki ott ilyen süldőnek számít, ugyanúgy kotorta havat, ugyanazt az ételt ette, ugyanazt az időbeosztást követte, de a tisztelet és az elsőbség az nagyon szigorú hierarchia szerint szabályozott volt. De senki sem érezte, hogy ez méltatlan. Senki sem érezte, hogy ez egyenlőtlen, de azt se érezte, hogy egyenlő. Tehát abban a helyzetben, ahol ennek teljesen vízszintesnek és egyenlőnek kellett lenni, az volt. Amikor hierarchikusnak kellett lenni, akkor meg az volt. És ez valahol az emberi érzékenység, igazságérzet, közösségi érzet, énfelfogás, ettől ez mind függ. És ennek a belátása, ennek az összehangolása hatalmas nagy munka. És ez főleg belül végzett munka. Arra már rájöttél, és szerintem az itt jelenlévők közül nagyon sokan rájöttek, hogy igazságot osztani nem lehet, észt osztani nem lehet, egyszerűen azért, mert nem megy be. Az emberek elhárítják, lepattan az egójuk faláról. De belül te tudsz igaz lenni. Belül tudsz nem ítélni. Belül meg tudod haladni a durva fogalmi gondolkodást. És ez kisugárzik. Ez hat. Ez átmegy, mert ez nem tudatos. Ez nem akad bele ide. Itt a tudat nem lesz akadály, mert nem úgy működik. Nem szokványos módon működik. Tehát ezt kéne belül megvalósítani, és akkor a személyes példának óriási ereje van. A személyes példa nem az, hogy kijelentem, hogy utánam! Ez nem személyes példa. Általában egy ilyen jelszót vakság vezérel, bizonytalanság vezérel, kényszerpálya vezérel. Azért kell, hogy utánam jöjjenek, hogy én biztonságban és nyerekben érezzem magam, és hogyha nem jön utánam senki, akkor baromi bizonytalan leszek, hogy helyes irányba megyek-e. Nem erről szól a történet. Úgyhogy rengeteg munka van benne, rengeteg hit és bizalom kell hozzá, és kellenek a közösségnek természetes határok, amiket, hogyha emberek áthágnak és szánt szándékkal újra és újra áthágnak, akkor bizony szembesíteni kell őket és a közösséget ezekkel a határokkal. Lehet, hogy a határokkal van a baj, lehet, hogy azt áthágóval van a baj. Tehát meg kell nézni okozatiságban, hogy ne egy ilyen bezáródó szektariánus valami legyen, és ezzel nem előfeltételezek semmit, és nem ítélek senki fölött. A meglévő elmúlt 2000 év európai történései nagyon sok olyat mutattak, hogy valami nagyon jól indult, aztán elkezdtek túlságosan hinni a kivetülésekben, az intellektuális, érzelmi, később egzisztenciális, hatalmi, territoriális és financiális kivetülésekben, és az ezekkel való összetévesztés következtében tragédia lett abból, ami gyönyörűen indult. És ennek a tragédiának néha kellett pár száz év,
néha csak pár évtized, és néha csak pár év, ahogy gyorsul a civilizációs reakció, mert megvannak a rendszerek hozzá, ugye a visszacsatolás egyre gyorsabb. Ez részint szerencsés is, de hamarabb is neki megyünk a falnak. Egyéb kérdés? Most mögötted, István, mond. Mi a véleményünk olyan tanítóról, aki akarattal visszatartja a tanítását a tanítványjelről? Összeretném kérdezni, hogy mondjuk van egy ilyen tanító, aki mint amilyen 20 évet időzítja van, ha csak ugyanazt tanítja, és nem létezik tovább a tanítványt, tehát nem engedik fejlődni. Két dolgot kérdeztél most. Az egyik, aki akarattal tanít, és a másik, aki nem engedi fejlődni a tanítványt. Az elsőről tudok beszélni. Nekem az folyamatos frusztráció élmény volt az legelején, amikor megkaptam a tanításra való felhatalmazást, és akkor ide nekem az oroszlánt is. Tehát véssük az eszünkbe, hogy az nagyon nagy munka, amíg te egy külső formának normális, autentikus, emberileg megbízható és hihető tartalmat adsz. Egyszerűen, amikor megkapod, akkor nem vagy ott. És be kell látni a saját frusztrációd, a veszteségek, a szégyen, a tiszteletlenség folyamatos, vagy néha nagyon-nagyon húzós visszajelzései alapján, hogy azt hitted, hogy de közben dehogy. Tehát nem akaratból tanítunk. Amit az Anett kérdezett a közösségre, hogy nem akaratból, egyéni görcsből építünk közösséget, nem egyéni akaratból tanítunk, hogy ugye osztjuk az észt, és megmondjuk a tutit. Ez nem így van. Az igazi tanítás számomra akkor kezdődött, amikor rájöttem, hogy az emberek alapjában véve taníthatatlanok. Egy. Kettő. Eredetileg nincs mit tanítani. Mi történik tehát? Válaszolok a kérdéseitekre. Semmi több. Csak az történik, amit akartok. És ekkor van tanítás, amikor eltűnt a tanítás. Iszonyú nagy paradox, tessék megszokni. A létünk paradoxokból és ellentétekből épül föl, és mihelyt elfogadjuk, hogy ezekkel együtt éltünk, vagy együtt élünk, rögtön kevésbé harapnak belénk. A másik az, hogy nem engedi fejlődni a tanítványt, akkor elveszíti másokból, mint az akaratos, de előbb-utóbb elpártolnak tőle, mert az is egyfajta önző tanítás. Tehát mindig ő akar a legmagasabb tanítói pozícióban lenni. Buddha ezt nagyon-nagyon szépen demonstrálta Mahakásyapával, egyszerűen fogta és egy ilyen mozdulattal engedte, hogy Mahakásyapa mellé üljön egy bizonyos idő után, tanítványság után. És ez nagyon fontos mozdulat volt, mert ez bemutatta, hogy van ember, aki elérheti a Buddha tökéletes színvonalát. És Mahakásyapa, aztán Ananda, aztán a többiek, szépen a pátriárkák sora. És a pátriárkális hagyomány az ilyen. Tehát az ember megkapja a tant, és aztán továbbadja a tant. Ennek nincs meghatározott formája, de az adott hagyományon belül határozott. De nincs abszolút értékű formája, hogy ez helyes vagy helytelen. Úgyhogy tessék megnézni, hogy mit veszítünk el, és tessék megnézni, hogy mit nyerünk, és hogy ezáltal mi történik. Néha a veszteségekből rengeteget lehet tanulni, néha a veszteség megszabadulás, és néha az, hogy nyerünk valamit, az pár pillanat múlva úgy tűnik, mint hogy egy hatalmas nagy koloncot akasztottak volna a nyakadba, vagy bezártak volna a nyerés kalodájába. Egyéb kérdés? Kettő kérdés szeretném feltenni. Az egyik, hogy mi a zen hitnek a, vagy mik a zen hitnek a legalapvető pillérei, hogyha vannak ilyenek. Milyen színű a fal? Ha ráesik a fény, úgy sárga. Ezt el tudod hinni? Ez egy érdekes kérdés. Válaszolj rá, kérlek, ha olyan érdekes. Most el tudom hinni, igen. Oké, akkor most megvan a zen tudat.
Tehát az az érdekes, hogy most mit látsz, hallasz, tapintasz, ízlelsz és gondolsz. Ezt láss tisztán, és ez a tapasztalat formálódik hitté, miközben azért, mert megtapasztalod azt is, ami ezt tapasztalja. Tehát tapasztalod a lényeget és az igazságot. Tehát tételezzük föl, hogy itt egy hatalmas nagy tócsa van a padlón, és egy ilyen felmosó pumukli ott a sarokban, akkor az igazság láttán mit teszel? Akkor a cselekvés megszületett az igazság alapján. És ez gyönyörű. Tehát semmi olyanban nem kell hinni, amit nem tapasztalunk, de a zene ezt nem tudományos alapon teszi, magyarul nem kell anyagilag objektíválni, nem kell logikailag bizonyítani, nem kell ismételni, tehát Mr. Katz és Fodor, aki a tudományelméletnek ezt a három sarkalatos pontját felállította, jól tette, de ez tudomány. És a tudomány részleges. A tudomány nem tud a transzcendens közelébe férni, és milyen érdekes, hogy pont a tudománynak kell egy transzcendens, sőt, transzcendens nézetek sorozatával megküzdeni akkor, amikor például asztrofizikával foglalkozik. Tehát be kellett látniuk, hogy az univerzum 5%-a látható. És 90%-a nem. Amennyiben a pszichológia tudomány ott is, be kellett látnunk, hogy a tudatosságunk nagy része nem látható, mert a tudattalanunk működése határozza meg. És ami artikulálható és reflektálható az a hétköznapi tudat esetében, nagyjából ugyanez az 5%. Tehát nem törekszünk arra, hogy érzékszervileg tapasztalható, látható, stb. Mert ezek a formák a valóságnak egy nagyon kis szegmensét fedik csak le. Ezek fontosak, ezektől nem szabad elszakadni, de nem is azonosulunk ezekkel. A magunkban nézésnek az a igazi célja, hogy fedezd föl önmagad, és lásd tisztán önmagad, még akkor is, hogy ezt nem tudod ide kirakni a térbe. Működik, csak nem tudod mások számára úgy érzékelhető fölni, mint ez a mikrofon itt előttem. Az érzelmeinket nem tudjuk így érzékeltetni, viszont más módon szívtől szívig nagyon-nagyon gyorsan, fénysebességnél gyorsabban odaér a másikhoz. És ez azért fontos, mert a tapasztalaton alapuló hit az nem anyagiasítható. Van anyagi kivetülés, ezt mondtam az előbb, de nem pusztán anyagi síkon létezik. Magában foglalja az anyagi síkot teljesen harmonikusan, diszkrimináció nélkül. Tehát nem csúnya rossz anyagi világ, mert akkor elrepültél ezó irányba, és onnantól kezdve véged van. Tehát amíg visszajössz ide, az súlyos realizációknak a sorozata, mert mit tettünk? Elutasítottunk valamit, ami az igazsághoz tartozik, hogy az ég kék, a fű zöld, az asztal barna és a padló ilyen szép, ilyen márványszerű. A tisztán látás iszonyatosan fontos. És ez a tapasztalat, amit most kényszerből azt mondom, hogy külső és belső tapasztalat, valójában nincs ilyen határ. Ez egy látszólagos virtuális határ, a test, az érzékszervek. Ez a tapasztalat az alapja a hitednek. És amit Dokeszony mondott a bevezetőben, hát magam is azért vagyok ezen az úton, mert semmit előzetesen, ideológiaszerűen nem kellett elhinnem. A zen kérdésekkel operál. Tehát kíváncsi vagy-e arra, hogy mi vagy? Kíváncsi vagy-e arra, hogy a világ valójában hogy működik? Kíváncsi vagy-e arra, hogy mi valójában a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja? És a válaszod függvényében lépsz rá az útra, vagy pedig maradsz távol tőle? Jó? Második kérdésed? Változtattam rajta egy kicsit. Akkor az igazság nagyobb szegmensé, mondjuk, hogy közül az első mozgatókérdéséhez. Kreatívan. Ugyanis hatalmas erő van abban, amit nem látsz, de tapasztaljuk. Tehát hogy lehet az, hogy ránézel egy szép formára, barátnőd van, ugye? Nincs. Debrecen rengeteg lehetőséget rejt. Tehát, hogyha ránézel egy szép formára, és most nagyon jó, mert ugye akkor esetleg pont a vadászathoz készülsz, akkor hatalmas energiákat mozgat meg egy látszólag 165 cm-es lény. De sokkal nagyobb energiákat mozgat meg, mint egy puszta emberi ugye, jelenség. Egész életet tud befolyásolni.
életeket tud adni például. Teljesen átformálja az életedet, tehát, és ennek nagy része nem látható. Aztán egy nagyon fontos része érzékelhető. És azon tessék dolgozni, hogy az harmonikus legyen és normális legyen. Tehát itt mondjuk a boldogság fogalmát egy picikét majd meg kell nézni, mert az ember úgy indítja, hogy édesem, én annyira szeretnék boldog lenni veled. Ez úgy jól hangzik, ugye? Katasztrófa. Katasztrófa. Tehát itt 3 év alatt kiég a kapcsolat, hogyha ez így van. Még akkor is, hogyha a másik, igen, drágám, hát én is nagyon szeretnék boldog lenni veled. Hol van a hiba? Mi volt az a kulcs szó, ami az egészet romba dönti? Szeretnék. Nem. Nem. A szeretnékben benne van. Érdekes. Mindent lőttetek, ami úgy nyelvtanilag kihalható a mondatból. Azt elárulom, hogy a szeretnékben benne van, de ott én. Ott én. Hogy én szeretnék boldog lenni. Én. Nem az, hogy legyünk együtt boldogok, vagy hogyan tudlak boldoggá tenni téged pillanatról pillanatra. És ez nem egy kimerítő foglalkozás, nem arról van szó. Nem. Tehát a boldogság az is nagyon egy flexibilis fogalom. De hogyha azt az én szintjén szeretném elérni, ha én akarok boldog lenni, az egy folyamatos önkielégítés a másik segítségével, és rossz esetben a másik ezt ugyanúgy elköveti velem és rajtam. És ebbe bele lehet pusztulni, és azon nyomban minden baj lesz. Tehát hogyan tudom boldoggá tenni a kedvesemet, hogyan tudom segíteni ezt a világot, hogyha nem párkapcsolatban gondolkozik, azért gondolkodjál te abban. Ha van hajad, gondolkodjál párkapcsolatban. Hogyan tudod jól feltenni a kérdést? Egy jól feltett kérdés az többet ér 100 válasznál. Ezért is dolgozunk kérdésekkel. Tehát a benned lévő igazság az hatalmas erőket szabadít fel. Mi a véleményed arról az elméletről, hogy egyidejűleg azonos, mégis különböző? Nem te személy. Egészségedben. Akkor egyetértünk. Egyéb kérdés? Mondd. Nem mondtad el, hogy mi a gond ezzel az énnel? Van gond az énnel? Lehet gond azzal, ami eredetileg nem létezik? Aminek ön természete nincs? Ami illékony és illuzórikus? Van azzal gond? Mivel van gond? A saját hülyeségünkkel van gond. A saját téves nézeteinkkel van gond. A saját vágyunkkal, haragunkkal, és mindazzal a borzalommal, amit az nem létező énségünk alapján a világnak szépen felajánlunk, mint a mi erényeinket. Mint amivel meg akarjuk váltani a világot, amivel tiszteletet akarunk parancsolni magunknak, amivel okosabbak szeretnénk lenni másoknál. Azzal van gond, azzal döntjük romba az egészet. Utolsó kérdés. Mondd. Mi a válaszolatlan kérdésed? Magadban. Úgy értem. Mi lenne a kérdés? Mi lenne, ha megvárnád a választ? Megvárnád. Csak sikerült a mosolyból valamit gyártani. Mondja. A hivatástudatnak és az egónak úgy mi a kapcsolata? Hatalmas, ne viccelj! Először abban gondolkodunk, hogy én nekem van valami hivatásom.
Tehát honnan jön ez? Jön a szüleinktől, jön a kondicionálás, jön az iskolából, jön mindenből. És akkor mi ezt elhisszük. És amikor rájövünk, hogy valami totál zsákutcába belementünk, és folyamatosan ugyanazt a falat, és valahol elveszítetted a hitedet, elveszítetted a bizalmadat, elveszítetted az összes motivációdat, és nem érted, hogy miért. És nem mersz visszanézni a hátad mögé, hogy ez végig hogyan, mert akkor az önvizsgálatban kiderülhetne, hogy már akkor hibáztál, amikor befordultál a háztömbnél. Nem akkor, amikor elérted a zsákutcának a végét, hanem amikor befordultál rá. És miért fordultunk be akkor? Akkor fogalmunk sem volt, hogy milyen irányba kéne menni, és követtük azt, amit belénk kondicionáltak. És a hivatástudat alsó hangon, amikor azt mondják, hogy kislányom, te legyél ez, mert a társadalomra mindig jellemző volt, hogy erre szükség volt. Ebből megélsz, ez biztonságos. Ezt neked azért kell csinálni, mert anyuka és nagyanya ugyanezt csinálta, vagy apuka, vagy egyéb. Jó? Tehát amikor így alakítottunk a hivatástudatot, az nem, hogy nem belőlünk volt, hanem valami egészen slendrián módon összefércelt társadalmi kényszerzubbonyból van ez. Jó? Tehát azért kellene magunkba nézni és megtalálni, hogy valójában mi az inkarnációs cél és miért vagyunk itt, hogy ne kerüljünk be felesleges válságokba. Persze egyik válság sem felesleges, és mindegyikből lehet valamit ugye tanulni, de miért ne mások válságain segítsünk inkább sem, mint a magunkéban dagonyázzunk. Tehát ha valóban hivatástudatot szeretnél magadban találni, ami ezektől a kondícióktól nem függ, mégis felhasználja mindazt a korrekt tanítást, amit kaptál ebben az életben, akkor a meditációnak az a tárgya, hogy miért vagyok itt? Mi a dolgom? És holnap megtanítjuk azt, hogy ezt a légzéseddel, a tartásoddal hogyan tudod összekapcsolni, és hogyan tudod a jelt, a zajtól megkülönböztetni a válaszadás folyamatában. És egy hihetetlen izgalmas felfedezés indul el, ami azért izgalmas, mert nem szokványos. Ezt nem szoktuk tanítani. Megmondjuk a tutit. Kislányom, ezért vagy itt. Ez a hivatásod, ezt kell csinálni. Nem értesz vele egyet? Hát menjél máshova lakni. Amíg ebben a házban élsz, azt csináld, amit én mondok. Ismerős? Tehát innentől kezdve, hogy mersz kérdezni és mersz magadba nézni, onnantól már részletkérdés, hogy mit találsz és mikor, de már ráléptél az igaz útra. Mert igaz vagy önmagadhoz. Mert mersz őszinte lenni önmagaddal. Ezt nem adhatja meg neked senki. Csak magad teheted. Csak magadban ismerheted ennek a szükségességét föl. De belülről ott van az, hogy felfedezed azt a célt, amiért megszülettél. És az emberi lét nagyon sok szempontból fogható föl, vagy látható igazságtalannak, de az egyik ilyen az, hogy születéskor van egy hatalmas nagy cezúra, és utána pedig szinte újra kell tanulni a létezést. Egy év, két év, három év, szobatiszta, lábra áll, beszél, tanul. Nézzük meg a személyiség és csoportfejlődésnek a folyamatait. Tehát az inkarnációs cél, az élet cél, hogy így mondjuk, felfedezése, az egy hatalmas nagy munka, hogy ne mások életét éld. Hogy tudj bízni abban, amit csinálsz, mert csak ez a bizalom, és ez a hit, ez a valódi, igazi, gyökeres, nem ortodox, bigott, külső formákra épülő hit az, ami a legkomolyabb válságokon átvisz. Vagy mások legkomolyabb válságain tud segíteni. Tehát merd megkérdezni, hogy miért vagyok itt, mi a dolgom, és merd hónapokig elviselni azt a szmötyit, ami kijön belőled, azért, mert megmerted kérdezni. Mert ott, abban az iszaptengerben ott van az arany. De az lehet, hogy 1%, és nem ciánnal tudjuk kimosni. Tehát azt az aranyat, ami benned van, azt az értéket, ami benned van, azt pont ez a belső alkímia hozza ki. Az állandó kérdezés desztillálása, a válaszoknak a leülepítése, néha újra felkavarása. Engedni azt, hogy megjelenjenek olyan tartalmak, amelyeket egy horrorfilmben nem kívánnál.
és megszabadulni még olyan mennyországbeli állapotoktól is, amikor olyan jól sikerült a meditáció, nézd meg ezt a csapdát, olyan jól sikerült a meditáció, hogy én minden nap ilyet kérek. Eredmény, szenvedélybetegség. Tehát te ne akarják külön magadnak egy és egyéni boldogság kutricát. Hihetetlen magány van benne. Hihetetlen elszigeteltség van benne. Tehát fedezd fel azt a célt, amiért itt vagy, és engedd teljes nyitottsággal, hogy ez a válasz megszülessen. Honnan tudod, hogy az a válasz? Mert nem hajlandó elmozdulni a kérdés mellől. Akárhogy kérdezed, az ott van. Honnan tudod, hogy ő a társad? Onnan tudod, hogy nem mozdul el mellőled. Akármi történik. Tehát nagyon ugyanúgy működik a külső és a belső, csak merjük felfedezni. Segít? Igen. Nagyon örülök. Nagyon segít. Azt tudod, hogy nem kaptál semmit. Bárkitől még? Mondd. Mit lehet oldani? Van-e valami előírás? Van? Cipőt oldunk. Most arra gondolj, mint a Viszti, hogy mondjuk vigyáztok egy a bogarak, vagy olyan lárvait vesznek fel, ami még a kis hangyákban se akkor... Hát mutass nekem olyan lábbelit, amivel a hangyákat meg lehet kimélni. Tudod, melyik lábbeli tudja ezt igazán? A magas sarkú, de ezt nem. Tehát ezt nem veszük. A magas sarkúnak a legkisebb az ökológiai lábnyoma. És mégse abba járunk. Tehát ez egy iszonyú fontos történet, hogy első és legfontosabb dolgunk az emberi lények kímélete, és arra nem cipővel szoktunk lépni. Az emberi lényekre a szavainkkal, a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel szoktunk akkora csapást mérni, hogy nincs olyan katonai csizma a Földön, amelyik akkorát rúg a másikba. Tehát elsősorban arra törekszünk, hogy a létünket és a lényünket ne csapásmérő eszközként használjuk érdekeink érvényesítésért. Szerencsés esetben. Tehát ez a kímélet és a nem ártás első mozdulata. Aztán, ha belefér a földi giliszta is, akkor tényleg nem csinálunk belőle dzsúszt és lekvárt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Megkímélünk minden érző lényt olyan mértékben, amilyen mértékben csak tudunk. De azt lásd, hogy ahhoz, hogy lélegezz, hogy az oxigént el tud sajátítani a levegőből, már ahhoz baktériumok ezreit kell másodpercenként a tüdődben való égetéssel és oxidációval lerombolnod. És egy baktérium, ez egy nagyon-nagyon komplex élőlény. Az első baktérium keletkezése az ahhoz hasonlít az evolúció hatalmas utcájában, és most idézek, Paul Simon nevezetű tudós ember mondta az Ausztrál Egyetem egyik előadásán, hogy az evolúció lépéseik közül számos dolgot nem értünk, de a legnagyobb és a legrejtélyesebb, a legmisztikusabb, meg nem értett lépés az az, hogy az első baktérium hogy alakult ki. Annak a statisztikai esélye, hogy pusztán az elemekből és a spontán formálódó ugye, katyvaszból egy baktérium kijöjjön, az ahhoz hasonlítható, mint amikor beviszel egy láda dinamitot egy fémhulladéktelepre, felrobbantod, és ennek eredményeként egy Boeing 747-es kigördül a kapun. Jó? Tehát ennyire fontosak, összetettek és kedvesek számunkra a baktériumok, még hogyha megfázunk akkor is. De mégis élőlények ezreit gyilkoljuk le ennél magasabb szinten azért, hogy létezhessünk. Mi a dolgunk? Az a dolgunk, hogy lehető legalacsonyabb tudatszintet gyilkoljunk le. Ezért például nem gyilkolunk állatot. Embert se, állatot se, és a többit. Azért, hogy ugye együnk, mert van alternatíva. De a növény, az sajnos beleesik ebben, hogyha a növényt sem ennénk, akkor viszont nagyon hamar felfordulnánk. És nem tudnánk az inkarnációs célt teljesíteni. Pedig azt azért érdemes, hogyha már megszülettél, akkor tényleg nőjünk föl, normális, egészséges ütemben öregedjünk meg, és az adott pillanatban, amikor ennek természetes módon elérkezik az ideje, távozzunk. Jó az. Jön utánunk a következő generáció, és egy idő után nem fognak hiányolni minket. Rendben van. Tehát nézd így ezt az élőlényekhez való viszonyulást, és itt fontos a vertikalitás, a fontossági ugye, sorrend.
Nagyon fontos. Tehát mi az első, mi a második, mi a harmadik. Tehát megkíméltem ma 3 darab ki listát, közben olyat mondtam a kedvesemnek, hogy az 3 napig nem épült föl abból az iszonyú traumából, amit én egy mondattal elintéztem. Jó, tehát ez egy nagyon fontos történet. Mi az, hogy nem ártás? Mi az az élet, amit meg szeretnék kimélni? És mi itt a legfontosabb? Úgyhogy mielőtt végleg beleununk a mai estébe, azelőtt szeretném tényleg megköszönni azt, hogy eljöttetek, és hogy ezt a mai estét így egy kicsikét fázva ugyan, de a lelkesedéstől fűtve együtt töltöttünk, és arra szeretnék lelkesíteni mindenkit, hogy ugyanilyen nyitottan, érdeklődően és elszántan jelenjen meg a holnapi meditációs foglalkozáson, és most szeretnék jó éjszakát, jó pihenést kívánni mindenkinek. Köszönöm a figyelmet!